kérdéseibe bele nem szólhat. Tehát a pécsi önkormányzati ügyeket elsősorban a pécsi önkormányzatban kell intézni, és nem a parlamentben. Ezen nyilván ön is tisztában van. Ezért engedje meg, hogy elsősorban arra a részére válaszoljak az ön interpellációjából, ami a kormányzatot érintheti. Valóban a Navracsics miniszter úr, amikor ott járt Pécset február közepén, akkor tartott utána egy közös sajtótájékoztatót, mert szeretném idézni szó szerint a tudósítást, már csak azért is, mert az ön interpellációjában sok minden egy kicsit másként volt megfogalmazva, mint ahogy mondjuk a tudósításokban lejött, vagy a határozatokban szerepel, éppen ezért nagyon könnyen félreértésekre is okot adhat, hogy így naivan forduljak önhöz. Arra a felvetésre, és itt idézem a tudósítást, hogy a 20 éve üresen álló 25 emeletes pécsi toronyházban elképzelhető egy kormányzati központ, ezt egyébként a város vezetése is támogatná. A szakminiszter úgy válaszolt, hogy ez csak egy alapos vizsgálat döntheti el. Hargita János, a Baranyai megyei kormányhivatal elnöke azt mondta, ha el is készülne az épület, akkor sem tudja elképzelni, hogy oda költözzék a teljes apparátus, de ha a magasházból végül irodaépület lesz, megvizsgálják majd, milyen egységek odatelepítése lehet észszerű. Ebből egyértelmű, tisztelt képviselő úr, hogy a Baranya megyei kormányhivatal maga azzal küzd, ami a sok más hivatal is, hogy nagyon széttagolt a szervezete, sok helyen vannak különböző kirendeltségei, sok helyről kell az emberek munkáját koordinálni. Ezért lenne észszerű egy helyre költöztetni őket. Nem csak a magasház merül föl, és nem csak Pécset, hanem sok más helyen is vizsgáljuk ennek a lehetőségét, akár valamilyen állami tulajdonban vagy állami cég tulajdonában levő ingatlanokban, MÁV-nak az ingatlanjai, vagy máshol, hogy lehetne kialakítani akár kormányablakokat, akár kormányhivatalok irodahelyiségeit. De semmiképpen nem arról van szó, hogy egyértelműen letette volna a voksát az ottani kormányhivatal vezetője, vagy akár a minisztérium amellett, hogy csak és kizárólag a magasházban épülhet. Nyilván ennek a lehetőségét sem szabad semmiképpen elvetni, és Páva polgármester úr is azt mondta, hogy ha kormányzati garancia nem lesz emellé, akkor ő eláll ettől a tervtől. Itt annak az előkészítése folyik, hogy egy 20 éve megoldatlan ügyet hogyan lehet megoldani Pécs városában. Az önök polgármester jelöltje is azzal kampányolt, hogy a 20 éve megoldatlan kérdésekre az eddigi politikai elit nem tudott választ adni, hát most szeretne ő választ adni ezekre a kihívásokra, a kérdésekre Pécs városában. Mi magunk is csupán azt vizsgáljuk, hogy ebbe az ingatlanba például betelepülhet-e, és maga az előterjesztés is, amelyet tárgyalta a Pécs városi önkormányzat, bár nem tisztünk önkormányzati előterjesztéseket vizsgálni itt a parlamentben, de ennek az előkészítéséről szól, és semmiképpen még nem arról, hogy pontosan ki mit fog tenni. A kormányhivatal pedig eddig annyira működött együtt ebben a fejlesztésben, ebben a határozati javaslatban, hogy amikor az önkormányzat fel akarta mérni, hogy milyen irodaigények lehetségesek, akkor kormány megbízott úr megadta, hogy hány ember dolgozik a kormányhivatalban, és mennyi irodaigénye lenne ennek. De hát semmiképpen nem vagyunk a döntés után, hanem egy előkészítő fázisban vagyunk. Valóban érdemes vizsgálni, hogy érdemes-e beköltözni a kormányhivatalnak és a kormányablakoknak, hiszen most 99 darab kormányablak van 29 helyen, de hát ennek a számát, mint ön is ismeri, 2013-ra a többszörösére szeretnénk emelni, hogy az emberek minél könnyebben tudjanak ügyeket intézni az egyablakos ügyintézés keretében. Ennek majd a hatástanulmányok kiderítik, hogy a pécsi magasház is helyszíne lesz-e, vagy sem. Köszönöm szépen. Megkérdezem Sejrén Gábor képviselőt, hogy elfogadja az államtitkári választ. Egy perce van rá. Köszönöm. A választ nem áll módomon elfogadni. Hát először is azért, mert arra a kérdésemre nem kaptam választ egyáltalán, hogy miért merülhet fel egyáltalán, hogy a másút leállított PPP konstrukció ebben az esetben a kormány részéről is úgy fest, hogy támogatást kaphat. Való igaz, hogy egyelőre nem indult el a beruházás, ugyanakkor a pécsi önkormányzat a központi kormányzatra hivatkozva hatalmazta fel a polgármestert gyakorlatilag arra, hogy önállóan eljárjon innentől kezdve az ügyben. Tehát egyértelmű a központi kormányzat felelőssége is, hiszen ott már az önkormányzati testületben a felhatalmazást a polgármester megkapta. Úgyhogy innentől kezdve a központi kormányi a felelősség, hogy az ország legeladósodottabb városában, ahol az egeket verdesi a munkanélküliség, több 10 milliárd forintot költenének el egy olyan presztízs beruházásra, amelyből a profitok legalábbis részben magánzsebekbe vándorolnának egy PPP konstrukció keretében. Kérdésemre nem kaptam válaszokat, úgyhogy nem áll módommal elfogadni válaszát. Köszönöm szépen. Nem fogadt el a választ, képviselő, hogyha jól értettem, ebben az esetben az országgyűlésnek kell szavaznia, szavazzunk most.
164 igen, 73 nem, nulla tartózkodásra az országgyűlés elfogadta az államtitkári választ. Lenhárt Balázs, a Jobbik képviselője interpellációt nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez. Milyen arányban részesülnek Magyarországon támogatásban a ciprusi adóparadicsomban bejegyzett hátterű vállalatok címmel? Lenhárt Balázs, jegyző úré. Szó. A államtitkár úr. Ja, jó, jó. Sajnálom, hogy a miniszter úr nem vállalta, hogy ő személyesen válaszoljon, hogy lássuk, hogy milyen vastag a bőr az arcán. De most államtitkár úrnak majd akkor megismerjük a válaszát. Államtitkár úr, az önök irányítás alatt álló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatszolgáltatása szerint a Filmközpont Kft. A Korda Látogatóközpont létrehozása elnevezési projektjére 2010. május 31-i döntéssel nagyjából 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A támogató döntés meghozatának időpontjában, ahogy jelenleg is, ugye önök kormányoztak, és úgy tűnik, hogy Gyuri bácsinak a jó alapjárása az új kormány alatt is. A Filmközpont Kft. Két jogi személy taggal rendelkezett, név szerint a Korda Filmstúdia ingatlanhasznosítói szolgáltató Kft.-vel, valamint a Paulai 41 Canopy ingatlanhasznosító Kft.-vel. A Korda Filmstúdió Kft. Társaság minősített többségi befolyással rendelkező tagja a Cipruson bejegyzett Zanova Investment Limited, valamint további tagja a Korda Filmstúdió üzemeltető Kft. Az ERT, bocsánat, akinek egyedüli részvényese ugyanezen Zanova Investments Limited. A Paulai 41 Canopy Kft. Helyzetének bemutatása egyszerűbb, ugyanis az kizárólag egy, szintén Cipruson bejegyzett Banska Holding Limited taggal bír. Valamennyi említett társaság közös vonása továbbá az, hogy vezető tisztségviselői között szerepel Csapó Tamás. Bízom benne, hogy miniszter vagy államtitkár úr is egyetért velem abban, hogy alapvető nemzeti érdekünk, hogy a hazai támogatási rendszerben rendelkezésre álló források olyan módon kerüljenek elosztásra, hogy azok lehetőleg minél több hazai munkahelyet teremtsenek, illetve a támogatott beruházások alapján folytatott tevékenységek után fizetendő közterhek a magyar köz, azaz hazánk javát szolgálják, ne pedig a magánérdekét, ahogy ezt önök is hirdették olyan sokszor nagy hangon. Figyelembe véve Rogán Antal polihisztoris bulvársztár képviselőnek a múlt héten benyújtott az SZIA törvényt az offshore cégek érdekeinek megfelelően módosító javaslatait, sajnos észrevételeznünk kell, hogy a tények alapján a Fidesz kormány előszeretettel és nagy hatékonysággal képviseli az adócsalók és a baráti befektetők mugyi érdekeit. Mint hogy a társaságban, a támogatásban részesülő társaság, ahogy egyébként valamennyi tagja, mindössze egy fő létszámmal került bejegyzésre a cégbíróságon, kérdezem államtitkár urat, hogy a támogatás feltételeként előírásra került-e a foglalkoztatás bővítése. Milyen biztosítékok és garanciák állnak rendelkezésre arra az esetre, ha egy offshore hátterű és támogatásban részesült szervezetnek bármilyen okból, akár évek múltán is visszafizetési kötelezettsége keletkezik? Várom megtisztelő válaszát. Fónagy János államtitkár úr a válaszadó a minisztérium nevében. Tessék parancsolni, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház képviselő úr. Annak ellenére, hogy amíg ön és pártja legalábbis szavakban rendet és átlátható viszonyokat szorgalmaznak, addig folyamatosan támadják a közpénzek átlátható felhasználása érdekében tett kormányzati intézkedéseket. Ön is ezt teszi kérdés formájában. Állításai sem az említett beruházással, sem a kormány politikájával kapcsolatban nem állják meg a helyüket. Válaszolva, a kérdéses pályázati felhívásban a munkahelyteremtés többféle vonatkozásban is megjelent. A pályázónak nem csak a vállalást kellett tennie azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog teremteni, de a pályázatok értékelése során is többletponttal volt jutalmazható a minél nagyobb mértékű vállalás. Nem volt ez másként az említett vállalkozó esetében sem. A látogatóközpont egy világviszonylatban is kiemelkedő létesítmény részeként az ismét fejlődésnek indult magyar gazdaságot segíti. A központba évente mintegy 40 ezeren is ellátogathatnak, a stúdióba zajló forgatások alkalmanként mintegy 1000-1200 ember számára jelentenek munkalehetőséget. A támogatási szerződés megszegéséből, illetve a támogatás jogtalan felhasználásából eredő
esetleges visszafizetési kötelezettség biztosítására, kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett. Ezeket a kötelezettségeit kormányrendelet szabályozza. Természetesen a nevezett projekt támogatási szerződésbe is belefoglaltuk a biztosítékot, mégpedig bankgarancia formájában 600 millió forint erejéig. Vagyis az államot, hiszen a támogatás mérték ennél kisebb volt, ebben az ügyben nem érheti pénzügyi veszteség. Hazánk gazdasági érdekeit szolgálja az is, hogy a támogatott, adott esetben külföldi tulajdonost is bíró cégeknek a fenntartási időszak alatt Magyarországon kell működniük, bevételt termelve az országnak. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a támogatások odaítélésekor a bizonytalan hátterű cégek esetében részletesen vizsgálja a tulajdonosi hátteret és a biztosítékokat szigorúbban, a támogatás egészét lefedően állapítja meg. Megjegyzem, hogy a napokban tárgyalt új közbeszerzési törvény elfogadása esetén egy másik eszköz, a támogatásból való kizárás is a kezünkbe lesz. A vonatkozó pályázati útmutató szerint a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű non-profit, illetve profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások jogosultak pályázni. A projektgazda filmközpont korlátolt felelősségű társaság Magyarországon rendelkezik bejegyzett székhellyel, az érintett jogosultsági kritériumoknak megfelelés pedig igazolta. Ami a kormány és az offshore cégek viszonyát illeti. Az Orbán kormány az első, amelyik széleskörű nemzeti konzultációt is folytatva végre átlátható viszonyokat kíván teremteni a közpénz felhasználás területén. Csak néhány intézkedés a sok közül. Január 1-től hatályos új alaptörvény kimondja, hogy a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás vagy teljesíthető kifizetés, melynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. A tisztelt ház egy olyan közbeszerzési törvény tárgyal, mely az átláthatóság követelményét minden szinten érvényesíteni fogja, ezért a gyanús, kibogozhatatlan tulajdonosi hátterű cégeket a közpénzből finanszírozott megrendelésekből kizárja. A kormány hivatalba lépése óta jelentősen visszaesett az offshore társaság alapítását száma. Kérem, hogy mindezek ismeretébe kérdéseit, állításait felülvizsgálni, illetve kérdéseimre válaszomat elfogadni szíveskedjék. Lenhárt Balázs képviselő úr nyilatkozik arról, hogy elfogadja-e a választ. Természetesen nem tudom elfogadni a válaszát, és úgy tűnik, hogy a közpénzek átláthatósága mai napig nem kielégítő. Az offshore lovagok most is megtalálják a számításukat, és bőven tudnak profitálni a közpénzekből. De említhetem mondjuk a Közgép nevű cégnek is a hihetetlen diadalmenetét, amelyik pályázaton elindulnak, ők nyernek, és ott súlyos 10 milliárdokban mérhető az a pénz, amit szintén a közpénzeiből be tudnak kasszírozni és magánzsebbé tenni. Nem véletlen még Gyurcsány Ferenc is kijelentette, hogy kell legyen együttműködés a Fidesz és az MSZP között a pártfinanszírozás és az egyéb ügyekben, mert nem finanszírozható ennyi pénzből itt a választási rendszer. Felháborító, hogy önök 600 milliókat adnak Korda Gyuri vállalkozásának, miközben a devizahitelesek támogatására, ugye a kamattámogatás kölcsönre 1,5 milliárd forintot szánnak összesen. Nem tudom elfogadni, és nem is fogjuk. Képviselő nem fogadta el a választ, és önök szavazzon a tisztelt ház. Az országgyűlés 173, igen, 42, nem, 40 tartózkodás mellett elfogadta a választ. Tisztelt országgyűlés, Varga László, az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez, mennyi az annyi címmel. Varga László képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Ön szerint mennyien vesznek részt a közmunkaprogramokban, és mennyi lesz jövőre a közfoglalkoztatottak száma? A kormány az elmúlt időszakban különböző papírokon, különböző fórumokon más-más számokról beszélt azzal kapcsolatban, hogy mennyien lesznek a következő években, akik a közfoglalkoztatás révén jutnak majd munkához.
A konvergencia program szerint a közfoglalkoztatása ebben az évben rendelkezésre álló keretből az előzetes számítások szerint rövid idejű közfoglalkoztatásnál mintegy 190 ezer, a hosszabb időtartamúnál pedig 15-20 ezer fő foglalkoztatása valósulhat meg. Ehhez képest Nagy Anna kormányszóvivő azt mondta, hogy ma 120 ezer közmunkás van, és a tervek szerint a következő időszakban a kormány 300 ezerre növelné ezt a számot. Matolcsi György áprilisban még 150 ezer új munkahelyel számolt a közmunkaprogram keretében. Úgy tűnik, ez a sokféle szám adat azért kereng a médiában, mert a kormánynak nincsenek konkrét elképzelései a foglalkoztatási kérdésekről, nincsenek határszámításaik. De miért is lenne, ha nincsen valódi gazdaságpolitikájuk? Az ígérgetések közben ön, tisztelt államtitkár úr, felfüggesztette a felnőtt képzéseket, és leállítatta a hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedését segítő uniós finanszírozású programokat. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján is az szerepel, hogy felfüggesztésre került a rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának pályázati eljárása. Mindezek után kérdezem államtitkár úr, hogyan lesz itt egyetlen ember is, aki a közfoglalkoztatásban dolgozhat majd, és meg is tud élni az itt megkeresett pénzből? Mi lesz azokkal, akik munka és ellátás nélkül maradnak? Egy kormányhatározat értelmében a közfoglalkoztatási programok átkerülnek a belügyminisztériumhoz. Ez is mutatja, hogy merre, hova tartunk, hogy mi a gazdaság iránya, mindegy, mennyien lesznek a munkanélküliek, lesz-e közmunka, illetve támogatás számukra. A lényeg, hogy rendészetileg kezelhető legyen a munkanélküliek hada, hogy az irányítás, a felügyelet megoldott legyen majd a nyugdíjból visszavezényelt rendőrökkel, katonákkal. Tisztelt államtitkár úr, pontosan mennyi ember van most a közfoglalkoztatásban? Hány ember részesül valamilyen álláskeresési támogatásban? Mennyi ember részesül bérpótló juttatásban? És mennyien vannak a rendszeres szociális segélyezettek? Pontosan évekre lebontva hány új munkahely teremtésével számol a kormány, hány új közfoglalkoztatásban létrejövő munkahelyel számol a kormány minden mellett a következő években. Várom megtisztelő válaszát. Kormány nevében Comba Sándor államtitkár úr jelentkezik válaszra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Hát vágjunk egy kis rendet itt a számok között. Magyarországon nagyságrendileg 273 ezer ember van hosszú évek óta, akik gyakorlatilag rádban vagy bérpótló juttatásban részesültek. És 30-tól 50 ezer emberig van, aki rendszeres szociális segélyt kap hosszú-hosszú évek óta. Az önök közfoglalkoztatási programjából 100 ezer ember dolgozott, 170 ezer ember egyetlen napot nem dolgozott. A mostani programunk szerint 200-220 ezer ember fog dolgozni közfoglalkoztatásban, rövid vagy hosszabb időtartamban. Nagyságrendileg 50-60 ezer ember van, akit nem tudunk így sem elérni. A cél 300 ezer ember foglalkoztatása, amennyiben nem lehetséges az elsődleges munkaerő piacon, akkor közmunkában. Ez a számadatok mögötti valóság. Az álláskeresési járadékra 104 ezeren, álláskeresési segélyre 44 ezeren voltak jogosultak, és 183 ezeren kaptak bérpótló juttatást. A szociális ellátottak közül a rendszeres szociális segélyezetekre létszáma 2011. május hó végén 50 ezer fő volt. Tájékoztatom képviselő urat, hogy 2011. június 17-én napjáig a közfoglalkoztatásban résztvevők érintett létszáma megközelítette a 155 ezer főt, amely a közfoglalkoztatásba bevonni tervezett 226 ezer fő 69%-a. 2011. május 20-i zárónapon egyidejűleg 103 ezer fő dolgozott a közfoglalkoztatás terén. Szeretném fölhívni a figyelmet a bevont létszám, az érintett létszám és a jelenlegi, a munkában lévő létszám közötti különbségre. Tehát lehet itt misztifikázni a számokkal, a lényeget tekintve ezek a számok azok, amelyek ülnek. A közfoglalkoztatás támogatására rendelkezésre álló 64 milliárd forint keretből 2011. június 17-éig 54,7 milliárd forint támogatás került lekötésre, amely több mint 206 ezer fő a tervezett létszám 91%-ának közfoglalkoztatását teszi lehetővé. Már most látható, hogy a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban a tervezetnél várhatóan egyharmaddal több lesz a bevont létszám. Egyébként országos és helyi közmunkaprogramok keretében 6-8 órás közfoglalkoztatásban ez idáig 47 ezeren vettek és vesznek részt. Mint az képviselő úr által is ismert, 2011. július 1-től a közfoglalkoztatás felelőse
a belügyminisztérium lett. A változás következtében a közfoglalkoztatás támogatására még szabadon álló forrás átcsoportosításra kerül, ezért 2011. június 8-ától átmenetileg nincs lehetőség új támogatási megállapodásra. Ez az intézkedés természetesen nem érinti a folyamatban lévő programok megvalósítását. Tisztelt képviselő úr, a következő időszakban is, mint ahogy eddig is, a fő célunk a segélyhelyet, munkát, elvét megvalósítani, tehát ne segélyt, hanem munkalehetőséget biztosítsunk minél több ember számára. A foglalkoztatás bővülés elősegítése érdekében a Szél Kálmán terv által kialakítandó ösztönző rendszer fontos eszközeihez is érdemben hozzányúltunk, de egy nagyon lényeges kérdésre szeretném a figyelmét fölhívni. A magyar munkatervet, ha figyelmesen olvassa, akkor azt láthatja, hogy a következő évben a bevonandó létszám nagyságrendileg 20%-a az elsődleges a versenyszféra, 80%-a közfoglalkoztatásban vesz részt, de 2014-re szeretnénk elérni, hogy ez az arány 50-50%-os legyen, és hosszú távon nem lehet cél a közfoglalkoztatásban tartani az embereket. A legfontosabb cél az, hogy ez az arány éveken belül megforduljon, és minél több ember az elsődleges munkaerőpiacon kapjon munkalehetőséget. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Megkérdezem Varga László képviselőt, hogy elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Hát azt hittem, hogy megnyugtat, mert hogy egy internetes portál összegyűjtött, hogy az elmúlt egy évben hány számot használtak önök például a munkahelyteremtés kapcsán, és eddig 9-et használtak. Azt hittem, hogy kiválasztunk egyet a 9-ből, és abban megegyezünk, erre mondott egy 10-et, úgyhogy tulajdonképpen jubileumot is ülhetünk itt most, mert a 10. szám az, amit mondanak arra, hogy hány munkahelyet teremtenek. Egy közös ezekben a számokban, hogy ezek egyre kevesebb számot mutatnak, és most már azt mondja ön is, hogy még a ciklus végére is ennek a fele közmunka lesz. Közmunkaprogram, közfoglalkoztatás lesz. De hát nézzük, hogy milyen lesz ez a közfoglalkoztatás. Ma délelőtt utasították vissza a bizottságon azokat a módosítóinkat, amik arról szóltak, hogy 8 órás legyen ez a közfoglalkoztatás, tisztességes, megélhetés biztosító bérrel, és az év nagyobbik részében. Gyakorlatilag kényszermunkára küldik az embereket, 46.800 forintért, aminek a harmadát még letiltani is lehet, és ez a munkahelyteremtési perspektívájuk fele. Ez elfogadhatatlan, ez éhen halni is kevés államtitkár úr, nem tudom elfogadni a válaszát. Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ, most az országgyűlés dönt, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, 176, igen, 82, nem, nulla tartózkodással az országgyűlés elfogadta a választ. 16 óra 10 perc van, áttérünk az azonnali kérdésekre. Tisztelt országgyűlés, Horváth András, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó címmel, képviselő úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr. Elnézést, képviselő úr, bocsánat, most én szólok közben, megkérem azon képviselőket, akik az azonnali kérdések időszakában nem kívánnak a teremben tartózkodni, hogy azt a távozásukat csendben tegyék meg, hogy a képviselő és a kormány tagja békében és nyugalomban dolgozhasson a teremben. Várjon, képviselő úr, egy pár másodpercet, úgy látom, hogy nagy az aktivitás, ami mozgásban nyilvánul meg. Az óráját kérem szépen, hogy állítsák vissza a képviselő úrnak, és most kezdje el a Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! A Fejér megyei közgyűlés januárban tárgyalta 3 település pályázatát, melyel városi címet szeretnének elnyerni 2011 évben. A települések végigjárták a benyújtáshoz előírt utat. Abban a hitben, hogy mivel a vonatkozó jogszabály továbbra is hatályos, reményük van arra, hogy a magyar városok sorába lépjenek. Szakértők bevonásával elkészítették pályázatukat, falugyűlésen megnyerték a település lakóinak támogatását, a választókerületi fideszes országgyűlési képviselők ígéretét, a képviselőtestületek meghozták szükséges döntéseiket, és vállalták az ezzel járó kötelezettségeket. A megyei kormányhivatal a szükséges ellenőrzés után a pályázatokat az érintettek információ szerint egyetértőleg továbbították a minisztériumba. Sem a közgyűlésen, sem a megyei kormányhivataltól nem érkezett olyan jelzés, hogy sportnyelven fejezem ki magam,
visszalőtték volna a futamot. Május vége felé kezdtek kiszivárogni olyan hírek, hogy valahol az a döntés született, hogy idén nem lesz sehol sem városseavatás. Ekkor az idén pályázó 11 településből 10 polgármestere nyílt levélben kérte május 31-én miniszter úr állásfoglalását, reményét fejezve ki arra, hogy ezek a kósza hírek csak rossz rémhírek. A revélre sem a nyilvánosság előtt, sem az érintett polgármesterekhez azóta sem érkezett válasz. Bízom benne, hogy ma velem együtt megkapják a választ miniszter úrtól. Köszönöm. Két perces válaszadás lehetősége van miniszter úrnak. Navracsics Tibor. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársam, valóban a válasz az, hogy én kértem egyébként az önkormányzatokat is, hogy és magát az eljárás lefolytatókat, hogy függesszük fel az eljárást, és halasszuk el addig, ameddig a járásokról, járási székhelyekről nem születik döntés. Az a helyzet, és ez a személyes meggyőződésem is, hogy az elmúlt években nem volt átgondolt városság nyilvánítási stratégia, nem volt olyan értelemben területfejlesztési stratégia, amely átgondolta volna a különböző település típusok közötti hierarchiát. Ennek köszönhető, hogy miközben mind a mai napig vannak városhiányos térségek, vannak olyan térségek, ahol viszont úgymond túl sok város van. Olyan települések is városi rangot kaptak, amelyek számára ez igazából csak presztízst jelentett, sem a környék számára, sem pedig a település számára tényleges előnyt nem. És egy sajátos sportá is vált ez az országgyűlési képviselők részére is. Mindenki minden ciklusban a választókerületéből legalább egy települést várossá akart nyilvánítatni. Így például van olyan városunk, amelynek a lélekszáma alig haladja meg az 1000 főt. Két tucattal haladja meg az 1000 főt. Gyakorlatilag semmilyen térségi feladatot nem lát el. Úgyhogy én azt kérném öntől is, hogy, és ezt kérem a polgármesterektől is, hogy lássák be, a városi címnek akkor van értelme, hogyha az valóban térségi ellátó feladatokat is betölt. Ezt pedig csak akkor tudjuk megmondani, hogyha a járási székhelyeket kijelöljük. Nem zárkózzunk el ezen települések városság nyilvánítása elől. Most nem akarunk egyelőre állást foglalni, ezeket a térségeket akarjuk meghatározni, és látni akarjuk ezeknek a településeknek is a szerepét. Köszönöm szépen. Egy perces viszont válasz illeti meg képviselő úrat. Köszönöm szépen, miniszter úr, válaszát. Azonban én úgy gondolom, hogy erről az elképzelésről sokkal előbb kellett volna tájékoztatni ezeket a településeket, hiszen az az út, amit ők a várossá nyilvánítási pályázat elkészítéséhez bejártak, ez nem csak időbe, hanem rengeteg pénzbe is került részükre. Én úgy gondolom, hogy úgy lett volna fair és korrekt, hogyha ezek a települések sokkal előbb megkapták volna ezt a tájékoztatást, hiszen a kormányzati kommunikációból itt-ott már korábban is lehetett hallani erről az elképzelésről. Köszönöm szépen. Ugyancsak egy perces viszont válasz életem meg miniszter urat. Köszönöm szépen, képviselő úr, hogy megerősített abban, hogy ezek szerint időben hírt kaptak róla, hiszen most azt mondta, hogy a kormányzati kommunikációban sokkal korábban is lehetett már erről hallani. Valóban nem csináltunk abból titkot, hogyha lehetőségünk van rá, akkor egyelőre idén most újabb településeket nem nyilvánítanánk várossá. Én nagyon sajnálom azokat a településeket, amelyek úgy érzik, hogy ezek hiába való beruházások voltak, amelyeket a várossányilvánítás érdekében tettek. Én bízom benne, hogy ők ezt településfejlesztési beruházásként élték meg, és az ott élők ezt használni tudják a jövőben is, függetlenül attól, hogy a jövőben majd várossá válik az a település, vagy nem. Köszönöm szépen a figyelmét. Tisztelt Országgyűlés, Vona Gábor, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Mer-e a miniszterelnök úr a cigányságról őszintén beszélni címmel? Miniszterelnök úr halaszhatatlan közfeladata ellátása miatt Navracsics Tibor miniszter urat jelölte ki válaszadónak. Kérdezem képviselőt, hogy elfogadja a miniszteri választ, vagy... Megtisztelő lehetőség, de megvárom a miniszterelnök urat. Köszönöm. Miniszterelnök urat várja meg képviselő úr. Miniszterelnök úrnak a második soron következő azonnali kérdések órájában kell majd válaszolnia. Így megyünk tovább. Hegedűs Lórántné és Lenhárt Balázs a Jobbik képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnöknek, területfejlesztés vagy fenntartható fejlődés címmel. Ahogy az előbbi esetben is jeleztem, Navracsics Tibor miniszter urat jelölte ki miniszterelnök úr válaszadónak. Elfogadják-e a miniszterelnöki kijelölést?
vonzó lehetőség Navracsics Tiborral beszélgetni, de én is meg szeretném adni a miniszterelnök úrnak az esélyt, hogy amikor legközelebb halaszthatatlan közfeladatai ide az ülésterembe szólítják, akkor fogjuk megkérdezni. Képviselő úr megkívánja várni miniszterelnök urat, aki a második soron következő azonnali kérdések órájában kell